Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Mai sportműsoromban összefoglaltam az NB3 nyugati csoport 26. fordulójában lejátszott Bicskei TC érdi VSE bajnoki labdarúgó mérkőzést. A két csapat egymás elleni mérleg az utóbbi két évben számunkra borzasztó, hiszen két mérkőzésből két vereség a mérleg, tehát itt az ideje, hogy egy kicsit kozmetikázzunk ezen a mérlegen. A 2021 év tavaszi folytatásban az eddigi négy fordulóban Bicske egy szerzett pont, az érdieknek még két szerzett pontjuk van, tehát mindkét csapat gyengén kezdte a tavaszi szezon. Előző héten a BKV előre ellen fordított volt a két csapat egymás elleni mérlege, sajnos akkor a mi jó sorozatunkat törte meg 1-0-ás győzelmével a BKV csapata, most pedig mi szakítottuk meg az érd jó sorozatát győzelmünkkel. Az esélyek egy cseppet sem a Bicskei csapat javára billennek, mert az érdi VSE elleni eddig lejátszott két mérkőzésünk mérlege két vereség, 2019-ben ért Bicske 2-1, ősszel pedig szintén ebben a párosításban 2-0 javukra. Ezen a rossz mérlegen no is a tavaszi egypont szerzésen szerettek volna javítani a bicskei labdarúgók az NB3-as labdarúgó bajnokság 26. fordulójában, a tavaszi bajnokság 5. mérkőzésén vagyunk, és akkor nézzük ezek után a főszereplőket. Tiszta zöldben az érdiek, kék-sárga csikos mezben pedig a bicskeiek üdvözik a rendezőket, hiszen zárt kapus mérkőzésről van szó továbbra is, de pár rendező és egy pár stábtag itt van jelen, nagyon kevesen, ilyen kevesen még soha nem voltak bicskei mérkőzésen, és bizony sajnos a COVID-19 óta irányít bennünket, és így kell cselekednünk. 2021. 3.27-én játszották ezt a mérkőzést, szombaton 15 órakor remek, szép napsütéses időben játszottak a csapatok a mérkőzést. Namle Zoltán játékvezető vezette, segítői Tinyei Zsolt és Bizderi Nikolett, játékvezető jelenik Kolosszál Krisztián volt. A vendég együttes kapuját Kertész Ferencőzi, további játékosok Varga Tamás, Kós Gábor, Kócsa Tamás, Molnár Bence, Kalmár Domonkos, Csiszár Zoltán, Fürgyes Ádám, Kertész Bence, kollega Krisztián, Bozsok Imre, tartói padon foglalt helyet, Borek Norbert, Nagy Endre, Honti Attila, Földesi Dominik, Szekeres Pál, Balog Ádám és Ebedi Zoltán. Vezetők közül ott volt Limperger Zsolt vezetőedző, asszisztens edző Molnár László, masször pedig Kis István. És akkor nézzük a mérkőzés legizgalmasabb jelenetét, és hamarosan fogom közölni a bicskek összeállítását is, de nézzük, hogy mi történik itt előjáróban a bicskei pályán, ezen a bizonyos NB3-as bajnoki labdarúgó mérkőzésen. Varga vezette a labdát, sajnos nem tudtuk megtartani, és így kihozták az érdiek. Tehát jobbról-balra támadnak tiszta zöldben az érdi csapat tagjai, tehát a vendégek, és ki sárga mezben. Továbbra is csapatunk játszik, egyfelszabadító rúgás Kákonyi részéről. Végül is színvonalas találkozót hozott ez az összecsapás. Mindkét csapat jól játszott, nagy lendülettel, hiszen a gyenge tavaszi sorozatokon mindkét csapat szeretett volna javítani, de hogy ez kinek sikerül, azt már valószínű tudják a kedves tévénézők, de most képek, illetve mozgó videó formájában is láthatják a legizgalmasabb, legszebb pillanatokat, íme egy beadás, amelyről lemaradtak a csatárok. Újból érdek támadnak, hát most bizony ezekben a percekben egy pillanatra rákényszerülünk a védekezésre, ívelik be a labdát, de ez kifele sodródik, így van, Tenzinger még rá is segített a labdára. És akkor gyorsan nézzük a csapatunk összeállítását. Kezdő 11 Szűcs Lajos a kapuban, további játékosok Tenzinger, Norbert, Kákonyi, Dániel, ő a csapatkapitány. Lassú Zsombor, Varga, Zoltán, Külti, Zsolt, Soté, Dávid, Réki, Tamás, Minácsi, Áron, Vékony, Viktor és Radó, Dániel kezdő 11 előttünk a pályára. Cserepadon foglalt helyet Rigó Máté, Valentics Márk, Horváth, Marcel, Németh János, Szabó Bátor, Farkas Máté, Pellik Szilárd, Móri Tamás és Lencsés, Bálint Kristóf. Itt egy hatalmas lövés és egy nagyszerű védés, kérem szépen. Varga Tamás László volt az, aki megsuhintotta a labdát jó 25-ről, és bizony bravúros védés kellett bemutatnia a kapusunknak, Szűcs Lajosnak. Íme, bocsánat, hatosa Kós Gábor az, aki kapura lő, nem pedig Varga, tehát Kós hatalmas lövését védte nagy bravúra a Szűcs Lajos. Cserepadon foglalt helyet a bicskeknél Csordás Csaba szakmai igazgató, a vezetőedző, közben egy lágy labda, de ez is hosszú a csatának. Súlyok Barnabás Attila masször, technika vezető Nagy György és kapus edző Józsa Miklós. No kérem, hát ennyi volt a két csapat összeállítása, közben itt is, ott is láthattunk helyzeteket az elmúlt
pillanatokban, percekben itt Radó felsét láthattuk, amint visszafut, és jönnek újból a bicskelyek, Varga Zoltán indítja a játékos társát, és megvan a labda, nincs, mert bizony Kürti Zsolt elő az utolsó pillanatban, szereltek a védők, jobbról sarokrugás, jön Kákinyi a labda elé, jó, jön két védő, nyakába két védő között, befordul, visszateszi a labdát, és ott van Lassú Zsombor is, mekkora volt, kérem! Megvan a 36. percben Lassú Zsombor, jó volt távol. A Bicskek vezető találata a Zsombornak, ez már a szezonban a második gólja, hiszen lőtt egyet Komárom ellen is, így tehát megvan Lassúnak a másik gólja. De nézzük ezt a szögletrugást, Kákonyi nyakán két védő, a kettő védő közül is remekül teszi vissza lövőre, és érkezik Lassú Zsombor ezúttal, és bebombázza a takarásban lévő érdi kapus mellett a labdát oda a hosszúba. Nagyszerű támadás volt, illetve egy nagyszerű pontrugás utáni befejezés részünkről, és ezzel megvan a vezető találatunk. Én még egyszer ez a gól, csodálatos, a kapus takarásban van, nem lát a védőjétől, aki takarta a labda útját, és így megvan. Tehát a 36. percben a vezető találatunk, újból mi maradunk támadásban. Kürti Zsolt úgy dönt, hogy egyedül próbálja meghúzni a labdát Csiszár Zoltán mellett, de a beadása végül is túl mély, és ezt a vendége kapuvédője Kertész Ferenc fogta, ő egyébként, amint Kertész a érdiek kapitánya is egyben, és kapusa. És akkor ebből a érdi támadásból is nem lett semmi, és most nézzük, hogy a miénkből mi lesz. Kákonyi tette vissza a labdát Kürti Zsoltnak, Zsolt cselezget, megtartja még a labdát, 43. percben járunk, az első játék részben beadás nem jut el Varga Zoltánhoz, mert ott bizony az egyik védő kivágta. 43. perc tovább, és Kákonyi, és lövésébe végül is belépett Varga Tamás László jobbról, sarokrúgás, 44. percben. Na nézzük, ebből lesz-e gól, nem? Mert bizony ott a játék vezető valami szabálytalanságot látott csapatunknál. Ezúttal az érdek próbálkoznak, kollega Krisztián teszi be a labdát, és ott egy felpörgetett labda bizony nem volt veszélytelen, hiszen a felső kapufán csattant az érdi játékos lövése. Itt van még egyszer kolléga Krisztián, aki ugye az előző meccsen két gólt vágott, itt még Molnár Bence, Bendegúz lövi kapufára labdát, tehát kolléga két gólt is lőtt a bizonyos őszi mérkőzésen, amikor kaptunk 2-0-ra, kolléga a 75-ben és kolléga a 86. percben lőtt találatával kaptunk ki. 2019-ben viszont 2-1-re kaptunk ki, akkor Pál az 57. percben, Bozsoki egy öngólt vétett, azzal lett 1-1, a 92. percben pedig Csiszár Zoltán góljával alakult ki a végső soron. Szünet után vagyunk 2 percet, tehát a mérkőzés 47. percében, kollega adja be a labdát, és Kós Gábor óriási zicserben mellé csúsztatta a labdát. Íme még egyszer az érdek támadásra szépen építették föl, kollega jól adta be a labdát, de Kós mellé fejelt. Jön a beadás bal külsővel, jó, ott az zicser, kérem, óriási zicser volt Kós Gábor előtt, hatossal játszó vendégjátékos előtt, hát bizony most örülhetünk, hogy ezt nem fejezték be a vendégek góllal. Íme még egyszer, száll a labda Kós fejére, de Kós Gábor fejéről lecsúszott a labda, és így megmenekültünk a góltól. A felezővonalhoz közel Kertész Bence kapja a labdát, Denzinger megszerzi azt, ez már a másik játékrész történése, Varga kiteszi Lassúnak, Lassú kapura lő, Kertész kipaskolja, és ott van Varga Zoltán, aki ballal, sarokkal, háttal a kapura berúgja a második bicskei gólt, és ezzel megvan a második bicskei találat is Varga Zotyának, ez már szezonbeli 7. gólja. Na hát ezt érdemes megnézni még egyszer, ezt az egész támadást. A vendégek próbálkoznak, ugye, mert 1-0-ás bicskei vezetésnél nekik ki kellett támadni, kellett jönni az egyenlítését. Kertész Bence az, aki ott nem tudja mit tegyen, Denzinger viszont nagyon határozottan labdát szerez, oda kerül a Laszti Varga Zoltánhoz, Zoltán rávezeti két védőre, akár tehetné Denzingernek is, de nem így, inkább Lassú Zsombort választotta. Lassú Zsombor 16-osnál jár, kicsit megtolja még a labdát, már 13 méter, keményen meglőtt labdája, Kertész kitenyereli pont oda Varga Zoltánhoz, aki háttal a kapulat besarkazza a labdát, még mielőtt odaérne Bozsoki Imre.
a vendégek kapujába, és így megment tehát a második Bicskei gól is, amely végleg beállította a végeredményt is. De akkor nézzük, hogy Varga Zoltán hozhette össze, illetve kiknek rúgott 7 gólt. Nagyatádnak, Balatonfürednek, a ZT ellen, Mosonmagyaróvár ellen, Szabadkikötő ellen 2 gólt is szerzett, és most az Érdiek ellen szerzett 1 találatot. Na kérem, hát 2-0-ra vezetünk. Én gyorsan azért elmondom az MB3 nyugati csoport 26. fordulójának az eredményét is, de ezt a csodálatos gólt még egyszer nézzük meg. Háttal a kapunak, és ballal, bal sarokkal besarkazza a labdát az Érdek kapujába. Hát bizony mutogatnak csak egymásra a vendégek. Hűrjes is, és Kertik Bence is, hogy mi van, srácok, miért nem figyelünk oda. Na tehát 2-0, és nézzük a részletes eredményeket. Szabadkikötő, Puskás Akadémia 0-1, 57. percben Wiesler László Tamás lőtte a vendégek egyetlen gólját, és azzal nyertek a szomszéd vár csapata. ZDFC 2, Mólfehérvár FC 2, 3-2, tehát itt a két NB1 csapat tartalék mérkőzésen hazai siker született. 33. percben Elek Ákos szerzett vezetést a Fehérvárnak, majd jött a hazák részéről Szalai Szabolcs 1-1, majd Fehér Barnabás 2-2, és Szalai Szabolcs újabb góljával már 3-2-re megnyerték a mérkőzést, hiszen az 51. percben még Pap Marcell találatával 2-1-re a fehérváriak vezettek, tehát fordítani tudtak a zalaegerszegiek. Sopron Nagyatád 2-1. Sopron Nagyatád 2-1. Kustor Noel hazok részéről és Gera Rihárd volt eredményes, Nagyatád részéről pedig Dekanics már rugott egy gólt a 9. percben, azzal még vezettek a vendégek. Dekanics egyébként Bicskének is lőtt egy gólt, amikor kikapta 2-1, hát úgy látszik, Dekanics csak akkor tud gólt ugni, amikor 2-1-re kikapott. Bicskei TC ért 2-0, Lassú Zsombor találatát láthattuk, és a Varga Zoliét is, és íme jönnek a cserék, majd a cserékről is néhány szót a következő pillanatokban. De most nézzük a további eredményeket. Mainfőcsanak BKV előre 1-1. A 16. percben Füleki Norbert szerzett vezetést a hazaiaknak, BKV előre részéről pedig Balogh Bence volt eredményes a 27. percben, és ezzel beállította a végeredményt, az 1-1-et. Pápai Peruc FC Balatonfüred 2-1. Itt egy lövés, de bizony gyengéskére sikerült Kalmár Domonkos Balázs lövése, amelyet biztosan védett Szűs Lajos, ez már a 60. perc eseménye, amikor próbálkozott egy ballábas lövéssel Kalmár. És akkor nézzük tovább az eredményeket. Pápai Peruc Balatonfüred 2-1, hazaiak részéről Hanzli Máté és Skriba Máté volt eredményes, a füredek részéről Schillinger Dániel, akkor még vezettek 1-0 a 21. percben. Lipót Pékség, Veszprém 1-2, hazaiak részéről Kiszei Dominik volt eredményes, a vendégek részéről Major Norbert, a 31. percben ezzel 1-0-ra vezettek, majd a hazaiak egyenlítettek, végül a 79. percben Major Norbert vendégek játékosa állította be a 2-1-es végeredményt a Veszprém javára. Harmadik kerület Tatabánya. Na kérem, itt nem született meglepetés, ha azt veszük, de akár 2-2 annak tűnik, annak ellenére is, hogy a harmadik kerület 2-0-ra vezetett Kokenszki Norbert és Remili Mohamed góljaival, az 55. percben már 2-0 volt, a 77. percben jött Gyürki Gergely, és a 90. percben Árvai Dániel, és ezzel alakult ki a 2-2-es végeredmény. Igen, a 2-0-ás vezetőnk birtokában egyre többet próbálkoztak a vendégek, de itt azonban hajszálon, többen mondták, hogy Zoli inkább visszafele mozogjál, igen, itt ki kellett volna futni vissza a pályára, hiszen leállt az egész védelem, Penlik ugyanis egy picit később adta a rossz ütembe, és így Varga Zoltán lesre futott. Ez már a 67. perc eseménye. Újabb begyötört labdát húz le Szűcs Lajos, ívelgetik be az Érdiek ezeket a beadásokat. Nagyon jól véd ezen a napon, Szűcs Lajos itt pedig sajnos Mlinárcsik Áron sérült meg, de végülis nem volt komolyabb a sérülése. Varga Zoltánnál a labda, jól kényszerítézők, Pejlikkel, Pejlik passzát lefülelték, és végül is mentettek, de úgy, hogy játékvezető talpalás színén figyelmeztette Bicskei játékost. Na még két eredménnyel adós vagyok, közben mindjárt mondom a cseréket is. Nagy Kanizsa Komáromi, Komárom VS-e 3-0. Hazaiak
góljait, Török Milán, Ekker Milán és Péntek Adrián lőtte. Mosonmagyaróvár, Gárdonyagádi Gyógyfürdő 2-2, Szalka Dominik góljával 1-0 vezettek a hazaiak, majd Patócs Rihád 1-1-re alakította az eredményt, és jött 65. percben újból Patócs Rihád, vezetett ekkor a Gárdony, és végül 59. percben Szalka Dominik újabb góljával 2-1-re vezettek a hazaiak, és végül is jött a Gárdony egyenlítő találata 65. percben Patócs Rihárd jó voltából. No kérem, ebben a fordulóban három csapat nem lőtt gólt, az nem sok végül is. Ebben a fordulóban viszont négy játékos is duplázni tudott. Szalai Szabolcs az ETS, Szalka Dominik a Mosonmagyaróvár, Major Norbert a Veszprém és Patócs Rihárd a Gárdony játékosai szereztek 2-2 gólt. És itt van a 80. perc eseménye, amikor Minácsi Káron, aki nagyon jól játszott, hagyja el a játékteret, helyére Valenti Csád be. Cserék voltak még nálunk, Lassú Zsombor helyére 73. percnél Németh János hát be, Varga Zoltán helyére szintén 73. percnél Móri Tamás, és Kürti Zsolt helyett a 60. percben Pellik Szilárd. Itt pedig, hát bizony, a 11-esre játszó Molnár Bence, Bende Guz, nagyon csúnyán belehagy játékosunkba, egy csúnya megmozdulás volt, amelynek a jutalma egy sárgalapos figyelmeztetés. Lehet látni a lassításban, hogy bizony nem is rugni akar, hanem inkább oda teszi a lábát a vékony Viktor derekára, tehát a csúnya megmozdulás volt. Járt is a sárgalap, én a rendkedvét még elmondom, hogy a mérkőzés játékvezetője Mam Zoltán nagyon korrektan vezette a mérkőzést. Csapatunknál vékony Viktor, sárgult be Lassú Zsombor, Pendik Szilárd és Kákonyi Dániel. Pendiknek ez volt az ötödik, így a soron következő mérkőzés ki fogja hagyni. No kérem, hát mint már mondottam a bevezetőmben, nagyon rosszul kezdett az érdi csapat, akárcsak mi, a tavaszi szezon. ZTE Érd 1-1, Érd Mosonmagyaróvár 1-2, Molfehérvár ellen 2-1-es vereség, Nagykanizs ellen 1-1, és most Bicske ellen 0-2-es eredmény. Mi sem állunk valamivel jobban, hiszen Veszprém ellen 1-0-as vereség, Puskás ellen 7-2-es vereség, majd Balatonfüred 1-0-0-as döntetlen, a BKV előrétő pedig 1-0-as vereség, most pedig jött ez a bizonyos 2-0-as győzelem. Amire azt kell mondanom, hogy egy magabiztos győzelem volt, hiszen elejétől a mérkőzés végéig uraltuk a mérkőzés irányítását, jól játszott csapatunk, teljesen megérdemelt. Ez a siker, még itt a végén majd látni fogjuk, akár nagyobb arány is lehetne, hogyha kiasználjuk, de igaz, viszont itten az ellenfél játékos, a kollega Krisztián lőtte ki a sarkot, illetve lőtt el a sarok mellett, a hosszú sarok mellett a labdát, amelyből meg lehetett volna a szépítés, de nem ment be, itt marad a 2-0, és akkor az érdek próbálkoznak még továbbra is, illetve ez az előző jelenet ismétlése. Nagyszerű labdát kap társától kollega Krisztián, és megpróbál kilőni a hosszút, amely centikkel hagyta a játékteret. Akkor még gyorsan az NB3 nyugati csoport gólövista élbe járul. Tabó Lukas tovább is vezeti a listát 21 góllal, Magasföldi második 14-et, 13 gólos Borvető Áron és Kustor Noel 13 gólos még Laki Balázs, és Szabó Bence 12 gólos Farkas Zoltán és Szalka Dominik, aki ebben a fordulóban 2 gólt lőtt itt a góllövő közé, és Kusta is lőtt egyet. Ebben a fordulóban többi élbolyhoz tartozó góllövő nem rúgott gólt. És akkor nézzük a tabella állását, de még előtte a 93. perc eseményét, amikor Pernik Szilárd Valentistől kapott 100%-os zicserét, nem tudta kihasználni. Az első kettő tartja helyét, azok változatlanok, a harmadik kerület döntetlenjével Mosonmagyaró is döntetlenezett, 62 az első helyzetnek, 54 a másik helyzetnek a pontjainak a száma. Veszprém a harmadik helyre jött fel, egyet lépett, a tabellán 49 pontja van, Lipót Végség egyet zuhant, 48 pontja maradt, annak ellenére, hogy kikaptak, és a ötödik a Nagykanizsa, ha 3-0-as győzelmével maradt ugyanazon a helyen, 45 pontos, hatodik a Sopron, ő följebb lépett két helyet győzelmével, 41 pontja van, 40 pontos a Puskás Akadémia győzelmével, két helyet feljebb lépett is, és Tatabánya 8. helyre zuhant vissza, tehát egy helyet visszaesett, 39 pontja van, ugyanannyi pontja van az érdieknek, ők viszont 3 helyet csúsztak vissza a tabellán. Tizedik helyre a Pápai Perucca, 2-1-es győzelmével 23 helyet lépett föl, 35 pontja van, 11-ig a Molfehérvár vereségével egy helyet zuhant, 34 pontos, ugyanannyi pontja van Bicskének és Gárdonynak.
14. a Balatonfüred vereségével két helyet zuhant, 32 pontos, ugyanannyi pontja van az ETFC 2 csapatánk, de ők egy helyet feljebb léptek a tabellán, közben vége a játékunknak, meg az összefoglalónak is. 16. a Komárom vereségével két helyet csúszott a tabellán, 31 pontos, 27 pontos a 17. BKV előre, 18. a Szabadkikötő 19 ponttal, 19. a Menfőcsarnok 17 ponttal, és 20. a Nagyatád vereségével maradt a 9 pontos, és íme a rendezőknek is jogában azért megtapsolni ezt a gyönyörű látványos futballmérkőzést, amelyet már a Bicskei csapat bemutatott. Nem kell szégyenkezni az érdi csapatnak sem, mert ők is nagyon jól játszottak, és ezen a napon egy nagyon jó érdi csapatot győztünk le, igaz, ők zuhantak a tabellán, mi pedig följebb léptünk, na de majd lesz ez még máshogy is nekik, kívánunk sok sikert, és akkor most hallgassuk meg a mérkőzés utáni interjúkat. Süti, te hogyan értékeled ezt a találkozót? Hát nagyon küzdelmes mérkőzés volt, borzasztóan vártuk ezt a sikert, rengeteget dolgoztunk az utóbbi időben, az utóbbi hetekben. Úgy érzem, hogy nem sikerült eredményesnek lennünk, nem úgy jöttek össze a dolgaink. Itt sérülések hátráltattak minket, koronavírus, stb. Úgy érzem, hogy erre a meccsre sikerült összeállni, és végre az igazi arcát mutatta a csapat. Egy nagyon jó érdet győztünk egyébként, mondjuk meg őszintén, és jól játszott az ellenfél is, de mi ezen a napon egyértelműen jobbak voltunk. Igen, természetesen egy nagyon jó csapat ellen játszottunk. Azt nem tudjuk, hogy a háttérben náluk mi folyik, vagy hogyan tudtak felkészülni, mennyi vírusfertőzöttük volt, tehát nagyon sok mindentől függ ez a történet. De úgy gondolom, hogy egy érdet legyőzni mindig óriási érdem, és büszkék lehetünk magunkra. Süti, te hogyan emlékszel vissza erre a két gólra, a lassú zsombra és a Varga Zoli góljára? Hát az egyik az egy, a Zsombi egy begyakorolt figura, van elég sok figuránk, és igazából ülni szokott mindegyik, mindig be szokott jönni, csak gólt nem tudtunk még belőle szerezni. Most ezúttal ez is összeállt. Hát az Olikája, az meg olyan, az Olikáról tudjuk, hogy mindig jó helyen van ott a kapu előtt, mindig megtalálja a labda, és most sem volt másképp. Nagyon kellett mind a két gól nekünk, hogy sikeresek legyünk a mai napon. Süti, ezzel a mai győzelemmel átszakadtak minden gátak, mostantól felszabadultan játszhatunk majd a jövőben? Hát én ilyet nem merek azért elkiabálni előre, meccsről meccsre készülünk. Következő héten Komárom következik, ugyanilyen hozzáállással kell neki menni a Komáromnak, aztán győzni kell, nincs mese. Jó, de a nagyon sok munka mögött azért kell, hogy eredmény legyen, és a jövőben is számítunk ilyen mérkőzésekre, mint a mai mérkőzés volt. Hát természetes sikerélmény az nagyon kell ahhoz, hogy a játékosoknak megjöjjön az önbizalmuk, igen, hogy merjünk futballozni, és tudjuk azt a játékot játszani, amit tudunk. Ez a mai, ez nagyon kellett ehhez. A hangulat az fantasztikus volt a mai napon. Mi a véleményed erről? Hát nagyon jó volt a hangulat, persze most itt az öltözőbe is bementünk, nagy örömködés volt. Hát az lenne az igaz, hogy lennének a szurkolók, de tudjuk, hogy ez még nem az az időszak sajnos. Reméljük, hogy az is eljön, és együtt tudunk ünnepelni majd. Dávid, köszönöm szépen az interjút, sok sikert továbbra is. Köszönöm szépen én is. Gratulálok a mai győzelemhez, Csaba. Végre felszakadtak a gátak, győztünk. És szerintem mindenben felülmúltuk ma az ellenfelünket. Te hogyan értékeled ezt a győzelmet? Hát ugye hetek óta mindig erről beszéltünk, csak elég hülyén nézett ki az, hogy eredménytelenül. Ugye hasonló játékot mutattunk, az előző hazai mérkőzés is egy hasonló volt, de hát ugye ma nagyon jól jöttünk ki a fordulópontokból. Hál' Istennek jó időben és egy nagyon jó szögletvariációban rúgtuk ugye a vezető gólt. Onnantól kezdve ez a bizonyos gát, én is úgy éreztem, egyre felszabadultabb volt a csapat. Talán a második fél időben, legjobb időben rúgtuk ugye a második gólt, és onnantól kezdve tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, mert mindenki együtt védekezett, együtt támadott, egy igazi csapat arcát mutattuk. Itt én úgy érzem, hogy ma csak 3 pont lehetett. Igen. Az első gólnál mondtam, mint a kollégáknak, hogy ez egy begyakorolt figura volt, hiszen ezt gyakoroljátok edzéseken is, és ma bejött. Hát így van, ugye van 5-6 variáció ugye szöglet pontrugásokra, nyilván ugye ez már más mérkőzéseken is ugyanígy megcsináltuk, csak akkor nem sikerült belőle gólt rúgni, vagy a kapus hárított, vagy ugye az utolsó pillanatban volt egy blokk. Azért mondom, hogy ma a legjobb időbe jött ez a gól, ez megfelelő önbizalmat adott a csapatnak. Hát és nyilván, hogyha még visszagondolunk arra, hogy a 90. percben még volt még egy 100%-os zicserünk, én azt mondom, hogy ha még az is bement volna, akkor minden álmunkat valóra váltotta volna ez a mai mérkőzés, de nyilván nem vagyunk telhetetlen, bízom benne, hogy ez, ami bennünk maradt, ez az egy gól lesz majd a következő fordulóban. Mi a véleményed arról a második gólra, amit a Varga Zoli lőtt? Fantasztikus volt. Hát ugye eleve az, hogy a Döcinek a labdaszerzése középpályán az egy extra momentum volt, utána a fél időben pont ezt kértem a játékosoktól, hogyha olyan szituáció van, ugye, hogy átlövés lehetőség van, akkor csináljuk meg. Nagyon jól játszottuk le 3-2-t, ugye a Lassi Zsombi
szépen elrúgta a labdát, és jó helyen állt a Varga Zoli, ugye átvette a labdát és beverte. Megyünk jövő héten Komáromba, mit vársz ettől a mérkőzéstől? Hát bízom benne, hogy most már tényleg a csapat megfelelő önbizalommal, és ugye egyre jobb állapotban vagyunk, nyilván eddig soha nem akartam erről beszélni, mert akkor az úgy néz ki, hogy magyarázkodik az edző, amikor nem volt siker, most itt a siker, azért elmondom, hogyha mindenki tisztában lenne azzal, hogy ezen a héten is mi mentünk keresztül, akkor azért csodálkoznánk, hogy ilyen nagy sikert értünk el. Nyilván most kezdünk abba az irányba menni, hogy már mindenkire tudok számítani, ezért a kulcsjátékosaink kezdik utolérni magukat, úgyhogy egyértelműen úgy szeretnénk elmenni ugye Komáromba is, hogy eleve ugye egy bemaradási harc, hogyha így nézzük, mert ott vagyunk ugye egymástól két pozícióra, mindenképpen szeretnénk 3 pontot szerezni. Csuri, ez a covidos állapot, hogy kétszer edzettünk ezen a héten, talán jót tett a csapatnak, vagy mi történt itt a játékosainkkal mai napon? Hát nyilván, ugye felfoghatjuk úgy is, így van, felfoghatjuk úgy is, ugye ez a regenerációs hét, de talán a játékosokban az a fajta hétről hétre, napról napra, ugye az edzés munkával való feszültség egy kicsit úgy feledésbe merült, sokkal felszabadultabbak voltunk. Nyilván azért megtaláltuk a módját tegnap is ugye a teszt napján, hogy nem edzhettünk, de azért ugye volt egy mentális beszélgetés, mindenkinek csillogott a szeme, mindenki akart ezt a sikert, ezt visszasült ma a pályán. Hát köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert csapatunknak. Nagyon szépen köszönöm. Kikaptad a 2-0-ra. Hogyan tudnád érzékelni ezt a vereséget? Borzasztóan. Az 5. meccsünk, nem hiszem, hogy túl jó szériának mondhatnánk, mert még nem sikerült győzni. Úgy jöttünk ide, hogy nyerni szeretnénk volna. Azt gondolom, hogy nem is szeretnénk foglalkozni a másik csapattal. Én azt gondolom, hogy csak magunkra kell figyeljünk. Elég külön fog hangzani, mert szerintem talán egyik legjobb tavaszi játékunk volt, és simán kikaptunk 2-0-ra, hogyha valaki megnézi ezt az eredményt, de úgy gondolom, hogy ebből kiindulunk ebből a mérkőzésből, mert a játékunk tavasszal most volt a legjobb. Nagyon jó mérkőzés volt egyébként, de mégis mire fogad ezt a vereséget, hiszen ti Páholyban vagytok, az élbolyhoz már mint az első erre nem érhettek oda, kiesés veszélye nem fenyeget, tehát ti ott vagytok a középmezőnyben. Nem ezzel a tudattal álltatok föl? Nem. Én abszolút nem érezem azt, hogy mi Páholyban vagyunk, sőt, most már lassan hátrafele kell nézegesünk, nem előre. Igen. Azt gondolom, hogy a játék képe javul, de hogyha így folytatjuk, akkor tényleg hátrafele kell nézegesünk, mert 5 meccs alatt szerezni, 2 pontot, az nagyon kevés. Utolsó percekben egyenlítettetek, mi volt ott nem? Mármint múlt héten, igen. A nagy kamiz ellen. Hát ennél sokkal rosszabb játék volt. Volt egy kiállítás, ami teljesen jogos volt. Azt gondolom, hogy ez rányomta a bélyegét a mérkőzésre, de aztán az elfejtő is kiállítottak egyet, és egy egyéni akcióból sikerült gólt rúgni. Mondom, ott sokkal rosszabb játék, ezt kérjük 1 pontot elhozni, mint a kimentőket. Hát ma elvileg jól játszottatok, mert jó mérkőzés volt egyébként, egy jó küzdelmes, színvonalas mérkőzés volt, de nem sikerült nyernetek, de mégis azért konkrétan miben látod a vereség okát? Hát konkrétan én azt gondolom, hogy ilyen gólt, mint ez a szöglet variáció megenni nem szabad, tehát ott mindenkinek ki volt osztva az emberet, tehát az nem. Most azt mondják, hogy lesz volt, hogy nem, amit a nulláról szegény Gabi mellé fejett, ilyen van. Azt gondolom, ha az bemegy, akkor 1-1, és nem volt ez, tehát akkor teljesen más mérkőzés képe. Ilyen szériában vagyunk, de ebből csak együtt fogunk tudni kijönni. Kívánom, hogy sikerüljön kijönnétek. Köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert kívánok. Viszont kívánom. Szívesen. Zsombi, gratál gólodhoz. Hogyan emlékszel vissza? Milyen volt a gólod? Odaadtam neki be. Kákó, maradjál! Elraktam belső a lószúba. Ez megadta a kegyelemdefést az érnek, van, ugye? Van, elkezdted a gólod. Helyes. Jó. Örülök. Gratulálok, Zsombi. Szép volt. Lajos, hogyan emlékszel? Miket védtél a mai napon? Remek védéseid voltak. Egy védésem volt, de az gól, akkor Miki bár megölt. Nagyon fontos volt. Nagyon. Fontos volt, igen. Szitált, nagy volt a szél, de... Értéked. Milyen volt a csapat ma? Ma mentünk egymásért. Helyes. Küzdöttetek egymásért. Gratulálok, ügyes voltál. Szia. Hogy tetszett a mérkőzés? Én nagyon büszke vagyok a csapatra. Végre nyertünk. Ez igen. Nagyon jól játszottak, különösen az Áron. Ő nagyon jól játszott, a Lali nagyon jól védett. Elfeledve az elmúlt heteket, ugye? Igen, ma mindent kárpótoltak a fiúk, és nagyon jól játszottak. Márvin? Akkor egy dolgot nagyon hagy mondjak. Na, mondjál. Én előttem igen. Az az edző, igen. Aki 2-0-ás hazai vezetés. Csatárokat cserébe. Kettő támadót tesz be. Igen.
az le a kalappal a világ legnagyobb edzőjének tartó. Igazad van, Árpi. Mert nem befele. Nem védőt, hanem támadót tett be. Igazad van. Gratulálok. Gratulálok az eredményjelző kezeléshez. Te már 0-0 perckor megjósoltad, hogy 2-0 lesz. Érezted? Ráéreztél? Hogyan? Honnan tudtad, hogy 2-0 lesz? Tudtam, hogy a fiúk most már összeszedik magukat, igen, mert kell a győzelem. Igen. És ez nagyon jól esett most ez a 2-0. Így van. Köszönjük az eredményjelző tábla kezelését. Nagyon szíves. Gratulálok az eredmény eltalálásához. Te vagy a mai nap győztese. Gratulálok. Igen. Apukád torka szakadtából ordított, szurkolt a csapatért. A Akác utcában. Az Akác utcában ott kiabált, hogy hajrá, Bicske, te belülről nézted, mint rendező. Mi a véleményed a mérkőzésről? Nagyon jó mérkőzés volt. Ezt, igen, az áttörést vártuk, és, igen, remélem most már akkor elindulunk felfele. Felszakadt a kadát. És gratulálok az egész csapatnak, és, igen, imádunk mindenki. Köszi. Ezt a leírhatatlan boldogságot csak is a gólok megismétlésével szeretném befejezni műsoromat, hiszen jön az első gól, lassú zsombor gólja, óriási volt, óriási begyakorolt figura, amely után megvan a Bicskek vezető találata, tehát a csapatunk ezzel a góllal vezet. Kürti végezte a szögletet, jött Kákonyi, visszateszi lövőre, jól érkezik Zsombor a kapust, nem lát, és megvan a 36. percben. A vezető találatunk, Zsombor még egy gólt lőtt Komárom ellen is, hát most hétvégén is nagyon jó lenne. Ha egy ugyanilyen szép gólt lőne Komáromban is, mint itt tette a mérkőzés 36. percében. És akkor jön a második gól, az Érdiek próbálkoznak, ugye próbálkoztak egy null után, jön Denzinger, labdát szerez, jön Varga Zoltán, kiteszi jobbra, lassú Zsombor megint a főszereplő kapura lő, és ezt a lövést a kapus nem tudja kivédeni, hogy lenyerelt a Varga Zoli elé, aki be is lőtte. Ezzel a két góllal nyertünk, gyorsan még a házi góllövő listát, még van annyi időm, a vendégeknél kollega Krisztián 8 gólos, 7 gólos Kós Gábor, Popov Patriknak 6 gólja van, 4 gólos Kalmár Domonkos, 1 gólosok Bozsoki, Farkas, Honti, Molnár és Varga. Csapatunknál házi góllövő listát vezeti 7 góllal Varga Zoltán, 3 gólos Kürti Zsolt, Lencsés Bálint és Sötét Dávid. 2 gólos Filipovics Márkó, Kákonyi Dániel, lassú Zsombor és Pendik Szilárd. 1 gólos Farkas Máté, Mlinácsik Áron, Németh János és Török Dávid. No kérem, én ezekkel a pillanatokkal búcsúzom önöktől, remélem felejthetetlen élményt szereztünk a mai napon, és tudtam néhány nézőnek egy kis élményt szerezni. Legközelebb a Komárom elleni mérkőzés összefoglalójában jelentkezem. További szép napot kívánok mindannyiunknak. Viszontlátásra!